Sportfinanszírozás kontra eredményesség a Testnevelési Egyetemen csütörtökön megtartott eredményjelző Magyar Sport 2016 című konferencián kiderült, hogy a sok pénz még nem garancia a sikerre. A statisztikák persze ennél árnyaltabb képet adnak a hazai sportélet gazdasági oldaláról. Vendégünk Gulyás Erika, a TF Sportmenedzsment tanszékének tanár Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát mit érdemes ezekről tudnunk? Mi az, amit amit annyira háttérben ö, tartunk, annyira háttérben mozognak ezek a számok, statisztikák, ami igazán nem világos a számunkra. Azt ugye tudjuk, hogy a Magyar Sport Központi Állami Támogatása 2010 óta, ha nemzetközi szinten is nézzük, akkor nagyon jó helyen áll. Mit mutatnak az eredmények? Mennyire emelkedett ezzel egyenes arányban mondjuk az eredményesség? Igen, az valóban igaz, hogy 2010 óta gyakorlatilag felzárkóztunk a nemzetközi mezőnyhöz finanszírozás oldalról, azonban tudni kell, hogy közben a nemzetközi mezőny is nagyon intenzívé vált, nagyon sok ország számára fontos az élsportban elért sikerek, és ezért nagyon sok forrást investálnak ebbe a területbe, és éppen ennek következtében számos nemzetközi kutatás is kimutatta már, hogy csupán csak a források, plusz források bevonása, az kevés az eredményesség eléréséhez, tehát bizonyos értelemben az érmek nem megvásárolhatóak, hanem a kulcs a hatékonyságon van, és nagyon sok nemzet, akik tőlünk is akár többet költ sportjára, nem feltétlenül számít sikeresnek. Ugye Magyarország még továbbra is kiemelkedő olimpiai eredményességgel rendelkezik, de látszik az a tendencia, hogy a magyar eredményesség az folyamatosan csökken, tehát nálunk is a kulcs hosszabb távon a források elköltésének a hatékonysága lesz, mely egyelőre úgy látszik, hogy még nem kimutatható, tehát számszakilag még ez a hatékonyság ez nem jelent meg. Mennyi idő múlva jöhetnek mondjuk az eredmények, hogyha a nemzetközi szintet <coughs> nézzük, tehát ugye anyagilag felzárkoztunk, megy már vele a pénz, a hatékonyság legyen, ugye egy másik kérdés, de, de hogy Elvileg ebből mikor jöhetne az eredmény? Itt a kérdés, hogy ugye a források mire, melyik területre a sport, mely területére kerülnek elkölt, és azért a legtöbb forrást az utánpótlás kapta minden területen, tehát ebből kifolyólag azért egy ilyen 10 éves, 5-10 éves átfutásra mindenképp szükség van. Ugye mi végeztünk egy ilyen elemzést, hogy a 2010 óta megnövekedett források is az eredményesség között érzékelhető valamilyen kapcsolat, és ugye azt látjuk, hogy a, a jelenleg a források nem igazolják az eredményességet, csak köz, csak másik irányban van egy kapcsolat, ami gyakorlatilag a magyar finanszírozás logikája, hiszen a szövetségek, a sportágak eredményességükre kapják a forrásokat, ez továbbra is fennáll, de még a fordított kapcsolat egyelőre nem kimutatható. Mi segíteni a hatékonyságot? Mi az az elem, ami mondjuk nálunk hiányzik? Uh, talán a maga a finanszírozás elosztása mögött megrejlő logikának a kicsit árnyaltabbá tétele, tehát nem biztos, hogy a sportágak ilyen egy-egy arányba való összehasonlítása az ugye ö, jó jó eredményhez vezet, hiszen tudjuk jó, hogy a különböző sportágakban egészen más, hogy hány érmet tudnak szerezni, tehát egy, egy úszásban 143 érem szerezhető, még egy vízilabdában bármit csinálunk, csak kettő, egy nő és egy férfi. ilyen szempontból ugye a sportágak, hogyha csupán ilyen tiszta eredményesség alapon kerülnek összehasonlításba, akkor egy-egy sportág úgy kerül hátrányba, hogy igazából nem is tehet róla, hanem a sportági sajátosság. Továbbá ugye vannak olyan sportágak, ahol egy sportoló akár több érmet is szerezhet, tehát egy különböző sportági sajátosságoknak a súlyozásával talán még eredményesébe tehető, hiszen akkor olyan sportágak is lehetőséget kapnak, amelyek talán korábban kisebb számban vagy kisebb súlyjal. Azt hiszem, hogy nagyjából mindenki tudja, hogy, hogy az érmek hogy oszlanak el, de ez a kutatásban a kutatás mit tud segíteni abban, hogy, hogy ezt mondjuk az emberek másképp értékeljék, vagy másképp számoljunk vele, mert tehát ugye ez annyira egyértelműnek tűnik. Mi próbálunk bemutatni nemzetközi tendenciákat és nemzetközi gyakorlatokat, amelyek azt lehet látni például egy Anglia példáját, aki messze a legsikeresebb nemzet 92 óta, és egy nagyon átgondolt finanszírozási sportirányítási rendszerrel rendelkezik, és nyilván ezektől a sikeres nemzetektől érdemes tanulni és megfigyelni, hogy ők miket csinálnak, és talán mik azok az elemek, amely megjeleníthetőek a, esetleg a későbbiekben a magyar rendszerben is. Továbbá próbálunk rávilágítani olyan egyéb tendenciákra, sportágakon belül is akár, amik segíthetik a finanszírozás, vagy magának a sportjelentési rendszernek a hatékonyságának. A De ez csak egy kutatás. Mennyire értékelik ezt a szövetségek vezetői, vagy, vagy a sportegyesületek? Hogy jut el hozzájuk? Mm. Nagyon érdekes volt korábban is egy konferencia, amit a Magyar Sportudalmányi Társaság rendezett, és ott nagyon sok, a legtöbb szövetség képviselője részt vett, ott is már bemutattuk ennek a kutatásnak bizonyos elemeit, és nagyon szö sok szövetség keresett meg minket utána, hogy hogy, hogy ők nagyon hálásak is köszönik, hogy végre valaki ezt ugye ilyen szempontból kimondta, és másik oldalról is rávilágított, hiszen ők régóta küzdenek ezzel a problémával, hogy, hogy ugye nem tudnak úgymond a forrásokért versenybe szállni csupán azért, mert ilyen sportági sajátosságokkal rendelkeznek, valamint folyamatosan próbálunk a... A minisztériummal is egyeztetni, hogy esetlegesen tudjuk segíteni az ő munkájukat is ezeknek az eredményeknek a beépítésével. Ezek alapján, ezek a sportági sajátosságok, ezek még mindig nem nyilvánvalóak hmm. az értékelés szempontjából? Biztosan nyilvánvalóak, de talán az nem nyilvánvaló, hogy ezeknek mekkora a súlya, ha ezeket nem vesszük figyelembe. Valamint ö, ö, ugye azon túl, hogy ezeket figyelembe vesszük, hogyan és miként építjük be, és ez hogyan jelenik meg magában a finanszírozás elosztásában. Talán ez nem olyan egyszerű, mint amilyen egyszerűen hangzik. Ugye azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon támogatja a kormány most már a sportot, elképesztő a létesítményfejlesztés, nagyon sok magyar esemény van, tehát hogy sikerül világbajnokságokat, Európa bajnokságokat itt Magyarországon rendezni. Ez mondjuk, hogy itthon hazai rendezésű események ugye megjelenhetnek már, bevételben és kiadásban hogyan mutatkozik meg? Mennyit költünk rá, és mi jön be belőle, és akkor természetesen nem csak az eredmény a lényeg, hanem gondolom itt akkor minden, ami körülötte van. A hazai rendezésű eseményeknek azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van a sport társadalmi elfogadtatásában, egyáltalán abban, hogy a sportot közelebb lehet hozni az emberekhez, mindenki átélheti ugye ezeket az eseményeket, közelről, ez nem csak mi, megint csak már nagyon sok ország abszolút kiemelt stratégiáként kezeli, hogy minél több eseményt az adott országba hozzon. Ugye minden sportágban látható, hogy nagyon, na, nagyon törekednek ugye ezeknek a nemzetközi eseményeknek a behozatalára, tehát hogy megrendezése kerüljön. Ez a sportágnak is jó, az országnak is jó, meg azt gondolom, hogy a társadalomnak is mindenképpen egy, egy nagyon jó dolog de ebben látunk valami megtérülést, akár az eredményességet tekintve, vagy ilyenkor ezzel nem kell mm. foglalkozni, mert sokkal fontosabb az, turizmus mennyire fejlődik, hogy milyen sokan jönnek az ország, vagy általában mennyire népszerűsedik hazánkban a sport. Az Igen, a sportág, amelyikről éppen szó van. Igen, itt talán inkább ezek a közvetett megtérülések, amik megjelennek, hiszen egy elég nagy beruházásról van szó. Kérdés természetesen hogy a szervezés szervezői oldalról, mennyire sikerül a bevételeket a különböző piac, tehát szponzor, és egyéb bevételeket sikeresen felhasználni, meg egyáltalán megszerezni, de én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb ezeknek az eseményeknek, ezek a közvetett hatása, ami a, a, magyar, a, város, vagy épp az országi imidzsének a növelésével, a sportág ismertségének a növelésével és egyéb tényezőkben jelenik meg. Sportágakra le lehet ezt bontani, hogy, hogy melyik az, amelyik talán a legtöbbet kapott, és az eredmény hogyan érkezett, és amelyik a kevesebbet, mennyire lehetett ezt így sportágakra bontani? A sportági finanszírozás igen, Ugye tudjuk, hogy kétféle fő csatorna van, ahol a sportágak forráshoz jutnak, az egyik a tau sportágak, ugye ez egy teljesen más rendszer, mint a kiemelt sportágfejlesztési támogatás, amiből ugye a 16 sportág vesz részt. A 16 sportág esetében a legtöbb támogatást, ugye a legsikeresebb sportágaink kapták abszolút értékben, tehát az úszás, vívás kajakkenú, de ugyanakkor megint csak én azt gondolom, hogy ahogy egy ország esetében se nézzük azt, hogy abszolút értelemben mekkora a gdp je mert hogy nem, megint csak a mértékegység nem nagyon valós összehasonlítást eredményez. Ha sportági szinten per főre nézzük, tehát hogyha azt nézzük meg, hogy regisztrált sportokra nézve melyik sporták kapta a legtöbb támogatást, akkor ott már a korcsolya öttusa jelenik meg, amelyek a legmagasabb támogatást kapták. Az, hogy a magyar sportolók 2012-ben mondjuk 127 pontot szereztek, Rióban pedig 110, ez ebben az esetben mennyit számít? Mindenképp számít, tehát én azt gondolom, hogy ez egy, különösen azt számít, hogy a Rio azért sok, sok mindenre felhívta a figyelmet szerintem a, a, az emberek, meg leginkább sportvezetők szemében, hiszen ugye ha azt az arány nézzük meg, hogy a résztvevő, tehát a már hány sportágban kvalifikáltunk, és hány sportágban szereztünk végül érmet, ugye ez 19% ez az arány, ami a 92 óta a legalacsonyabb, tehát itt látható, hogy mindenképp jelez egy problémát ami azt jelenti, hogy megint csak a rendszer hatékonysága, valamint azt, hogy a nemzetközi környezet intenzívé válásával még egyelőre nem sikerült felvennünk a versenyt, és oda kell figyelni, hogyha a jövőben meg akarja Magyarország tartani ezt a sikeres pozícióját, amit eddig még mindenképp azt lehet mondani, hogy tart, akkor bizonyos szintű változtatásokra van szükség. Ezekkel a vizsgálatokkal, ezekkel a kutatásokkal <hül> jött egy eredmény? Lehet-e adni válaszokat, megoldási javaslatokat? Mindenképp szeretnénk és fogalmazunk meg folyamatosan. A legfontosabb a sportági szintű, a jövőben szeretnénk elmenni a sportági szintű vizsgálatokra, amit már azt mutatják meg, hogy mely sportágon belül, nem csak így általánosan nemzetek szintjén, hanem sportágakon belül milyen tendenciák vannak, és hol érdemes például a finanszírozást növelni, vagy épp mely területekre érdemes fókuszálni. Nagyon szépen köszönöm, remélem köszönöm. sikerül majd, és tényleg az eredményekben is jön majd ez. Köszönöm. Köszönöm.